Egy helyi férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy Tisza szőlősről elvitt egy ház előtt parkoló személygépkocsit. Azzal egészen szólnakig hajtott, majd a járművet a Zagyva híd aluljárójában hagyta. Nem sokáig bírt a gyalog, a városban is elkötött egy kocsit, amiben benne maradt az indító kulcs. Jászladányba ment vele, ahol felkereste egyik barátját. Megkérte, hogy vigye haza, és a továbbiakban ő vezessen útközben azonban egy földes úton elakadt, és a kocsit is otthagyva gyalog mentek hazáig. A helyi rendőrök másnap reggel a tiszaszőlősi férfi lakásán kezdték a szolgálatot, elfogták a két férfit, és előállították őket a tiszafüredi rendőrkapitányságra. A nyomozók megállapították, hogy a kocsikat elkötő 21 éves fiatalembert a Tisza-Füredi Járásbíróság eltiltotta a vezetéstől. Ezért őt két rendbeli jármű önkényes elvétele büntettének, és két rendbeli járművezetés az eltiltás hatája alatt büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 30 éves barátját szintén eltiltották, őt járművezetés az eltiltás hatája alatt vétség gyanúja miatt hallgathatták ki. Elmondása szerint nem tudta, hogy olyan kocsit vezet, ami nem épp legális formában került ismerőséhez. A nyomozó hatósága 21 éves gyanúsítottat őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.